Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Művészbejárót Békés megye kulturális magazinját látják, Vágvágyi Nóra vagyok. Mielőtt elkezdjük mai műsorunkat, nézzük meg, milyen programokkal emlékezett vissza a város a 60 évvel ezelőtti eseményekre. Múlt hét szombat óta naponta többször különböző időpontokban elhangzik egy-egy vers, napló részlet és más korabeli írás a színház bejárata fölött illet falon. Seregi Zoltán színházigazgató elmondta, a főtéren emellett a 60 évet szimbolizáló járóköveket is elhelyeznek, amelynek az elején egy átlyukasztott zászló, a végén pedig Békés Csaba 56-os hőse, Fekete Pál portréja várja majd azokat, akik az útvonalon végig lépkedve szeretnék lerúni tiszteletüket a forradalmárok előtt. A Bárka című irodalmi folyóirat következő október 10-én megjelenő száma a 60 évvel ezelőtti elsősorban Békés megyei eseményeket idézi fel. Elek Tibor főszerkesztő emellett korabeli dokumentumok, valamint Fekete Pál, az akkori megyei forradalmi bizottság elnöke visszaemlékezéseiből dramatizált ünnepi műsort állított össze, amelyet Tege Antal rendez. Elhangzott, a színház fontos szerepet töltött be a forradalomban, hiszen a színészklub volt a forradalmi bizottság működésének helyszíne, illetve itt készítették elő az október 26-ai tüntetést is. A Forradalom és Színház című előadást október 22-én délután 4 órakor mutatják be a Vigadóban. A történelmi eseményeket a fiatalokhoz is igyekeznek majd közel vinni. A szabad, zárójelben SÁG egyetem elnevezésű rendhagyó irodalomórát 11 Békés Csabai középiskolába viszik el. A Mozgó Megemlékezések nevű program során pedig Békés Csaba azon település részeit járják be, ahol 1956-ban is zajlottak események. Ez alatt a városrészeket korabeli teherautóval járják be, amelynek platóját, színpadkét használva mindenhol műsorral emlékeznek meg a 60 évvel ezelőtt történtekről. Kis Tibor Békés Csaba alpolgármestere a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a város számára a tisztelgés mellett az is fontos volt, hogy a színház próbálja megszólítani a fiatalokat, hogy, ahogy említette, tudjanak meríteni abból a hazaszeretetből, amely 1956-ban átitatta az országot. Simai Mihály hosszú idő óta szeretné megfejteni és megírni Fekete Pál történetét. Egy korábbi versét hoztál az estre, ami a Bárka külön számában is olvasható. Megyek a kattogó géppuska tűzben, s testemet nem fogják az orosz golyók. Fekete Pál drámája nem csak egy ember, hanem az egész nemzet drámája volt, fogalmazott az író. Azt az életérzést, amit mondjuk megpróbáltam megfogalmazni a töredékben, azt az életérzést nem tudják elképzelni a maiak, jobb is, ha nem tudják elképzelni, mert akkor tényleg egy világ omlott össze mindannyiunkban. A szabadságharc hőseinek, tanúinak visszaemlékezései és az utókor gondolatai, érzései is olvashatók a külön szám oldalain. Simai Mihály kézírásos verse mellett M. Szabó András, Gyula egykori polgármesterének visszaemlékezései is megtalálhatóak a lapban. Emellett a Fekete házaspár írásaiban is szemezgettek a Bárka folyóirat szerkesztői. A forradalom hőseinek, tanúinak a visszaemlékezéseivel, tehát Fekete Pali bácsinak a visszaemlékezésével, a feleségének a titkos naplójából közlünk részleteket, először jelennek meg részletek arról, hogy annak idején ő hogy élte meg azt, hogy a férje börtönbe van, kínozzák, hallatják, elítélik, stb. Tehát erről lehet olvasni részleteket. Bemutatkozhattak a folyóirat oldalain keresztül azok a nyertes Békés megyei alkotók is, akiknek a Bárka és a Körös Irodalmi Társaság hirdetett pályázatot. A Békéstáji Művészeti Társaság alkotói pedig az évfordulóra készült képeikkel tették még színesebbé a lapot. Ne féljetek, áll a feszület felett. A Szentírás Eden idézetének szellemében állították össze az 1956-os jubileumi kiállítást a Szavióban. Több különleges relikvia is kiegészíti a kiállítást. Például ez a hegyi kristályból készült szentolvasó, vagyis rózsafüzér. Ennek az eredeti tulajdonosa Mincenti Biboros, a Magyarország utolsó hercegprímása, aki annak idején az amerikai nagykövetségen eltöltött fogsága idején ajándékozta egy kalocsai iskola nővérnek, aki segített neki a mindennapi élet dolgait ellátni. Ezt a fából készült keresztet pedig Fekete Pál az 1956-os események alatt különleges bátorságot, leleményességet tanúsító díszpolgár ajánlotta fel a páduai Szent Antal templomnak. Onnan került ideiglenesen az iskolába. Te persze srác, te bősök,
bontottad ki drága véredet, és a kivívott szent szabadságra megkapod érte véredet. Az aulában elhelyezett három paraván a forradalomhoz vezető néhány év eseményeit ábrázolják, a forradalmi eseményeket, majd a forradalom és szabadságharc leverését követő megtorlás éveinek történéseit. Az egyházi iskola az államosításra is emlékszik egyben. Ebben a kiállításban szerettük volna az egyház részvételét is kidomborítani, tehát hogy mi hogyan érintette az egyházi intézményeket, a híveket, a papságot az 56-os forradalom, hiszen ez az ideológia, amelyik tevékenységének köszönhetően kirobbant ez a forradalom, az egy vallásellenes ideológia volt. Szülők, gyerekek és az iskola munkatársai hívták életre a kiállítást. A gyerekek papírgalambokat készítettek, a szülők barikádot vitték és festették. Szívvel, lélekkel mindenki hozzáadta a saját tehetségét, tette hozzá a tanárnő. Ritka élményben volt részük a diákoknak, hiszen a rendhagyó történelem óra keretében egy igazi T-55-ös tankot láthattak működés közben. A Gészi diákpolgármester jelöltje hozatta az iskola udvarába a különleges gépjárművet. Ez egy műszaki mentő, vagyis nem toronnyal rendelkezik, nincs rajta a löveg. Ehelyett ilyen daru van rajta, meg mindenféle műszaki szerelésben használható alkatrész van rajta. Mind a 8 iskolában tartottak órákat. A Gisziben Murvai Mónika az 56-os forradalom és szabadságharc fegyvereit mutatta be a tanulóknak. Gondoltam, hogy a szabadságharcnak a fegyvereit fogom a középpontba helyezni, azt ugye a szovjet és a magyar oldalon milyen fegyvereket használtak, illetve a Békés Drén Kft. Jóvoltából egy T-55-ös tanknak a műszaki mentőjárművét sikerült az iskola udvarára hozni, és ezt fogjuk még majd megnézni a diáksággal. A Garabanciás Napok keretében szervezett programsorozaton valamennyi jelölt iskolája készült egy az 56-os forradalom 60. évfordulója alkalmával megtartott rendhagyó történelem órával. Az évforduló kapcsán merült fel a szervezőkben, a feladat pedig minden iskola számára ugyanaz volt, hogy készítsenek egy 45-1 órán belüli időtartam alatt egy rendhagyó történelem órát a zsűritagok számára, illetve akár az iskola tanulói számára. A zsűritagok még aznap döntöttek a nyertes iskoláról, de az biztos, hogy a Gészi nagy esélyesnek számított ezzel a meglepetés járművel. A Kossuth-díjas Lipták Pál Békés Csabán élt és alkotott. A termékeny művész szőnyeg terveit mutatja be a Munkácsi Emlékház legújabb kiállítása. Festő, könyvtáros, könyvkiadó. Így emlékezik Lipták Pára az utókor. A Kossuth-díjas könyvtárigazgató autodidakta festő volt, de nem iskolázottság nélkül, hiszen a Békés Csabai Szabadiskola és helyi képzőművészeti hagyományvilág is hatott rá. Festékeit maga állította össze, elképzeléseit pedig az általa kasírozott papírra vitte fel. Szép képei voltak olyan, ő nem is szerette ezt a kifejezést, hogy szép, hanem igaz képek, igazságképek. Ez egy kicsit figurálisabb, de már itt az absztrakt felét ér el, hiszen nincsenek benne nagy távlatok, síkszerűen nyilván a szőnyeghez ez is illet, de egyébként is ő rá ez jellemző, hogy nem tágas tereket, hanem ilyen síkszerű megjelenítések zajlanak a képein. Mindenkinek van egy története Pali bácsiról, hangzott el a kiállítás megnyitóján, ahol számos anekdotát meséltek el a megjelentek. Amikor ránt valamire eszébe jutott, vagy megérintette, vagy egy művész, vagy egy téma, vagy egy ország, vagy egy város, akkor hát ott ült benne, volt lehetősége, begyűjtötte ennek a korszaknak, embernek az alkotásait. Hogy miért készített szőnyegterveket az alkotó, arról hivatalos forrás nincs, ám úgy tudni, mindez egy rokon szőnyeggyárához vezethető vissza. A kiállításon nem csak festmény formájában tekinthetőek meg a szőnyegtervek, egyet ugyanis meg is valósítottak. Bonyolult volt, minden sor másféle színbeállítást, vagy mintabeállítást, szálbeállítást igényelt. Nincs két egyforma sor, tehát nem volt olyan, hogy egy kocka után ugyanaz a kocka, ugyanaz a minta következik, hanem át kellett variálni, át kellett rakosgatni, soronként haladtam.
jelölni kellett a sorokat, hogy tudjam, hogy hol vagyok, de nagyon-nagyon nagy örömmel csináltam. A teljes Lipták hagyaték az alkotó halálát követően nem maradt egyben, ám a Békés megyei könyvtár nemrég megvásárolta az alkotó grafikai gyűjteményét. A több mint 100 darabból álló kollekció a tervek szerint a könyvtár Lipták termében lesz látható. Mai vendégeim Mészáros Zsuzsanna és Lakatos Istvánné, üdvözlöm Önöket! Köszönjük Önöket! Miért éppen szűnyek tervek? Magyar Festészet napja mindig október 18-án, Szent Lukács napján, aki a festők védőszentje volt, már 15. alkalommal rendezi meg országosan a szövetség, és mi rögtön csatlakoztunk, és mi szeretnénk mindig helyi művészeket bemutatni, hiszen ők nekünk a magyar festőink. És Lipták Pál valóban egy nagyon hosszú időszaknak a mestere volt itt nálunk, sajnos már 9 éve nincs köztünk. Rengeteg arcát megismerhettük. Érdekes, hogy a Kossuth díját sem a festészetért kapta, hanem a könyvtárosi létéért, a könyvtárosi munkájáért. És már nagyon sokféle festészeti témában állítottuk őt ki, és most kiderült, hogy szőnyegeket is tervezett. És a gyűjtője, Hajdú László, gondolta, hogy most ezt mutassuk be, és hát fantasztikus élmény számunkra is. És ugye maga a gyűjtő azért a festmények jelentős részét, illetve a grafikai munkáit is sikeresen egyben tartotta, ha jól tudom. Viszont ezek a szőnyegtervek, ugye ez egyik terv az meg is valósult. Hogyan született ez az ötlet, hogy ön meg is szövi az egyik képet? Nagyon érdekesen. Minden 2 évben van egy textiles konferencia. A textiles konferenciának van egy bizonyos témája, és arra készítenek az ügyeskező asszonyok termékeket, hímzéseket, szőtteseket, demezeket, bőröket, és ami a kézműves tevékenység során előállítható, azt elkészítik. Az egyik része a Munkács Emlékházban volt kiállítva. Bontottuk a kiállítást, amikor a Zsuzsi ott mindenkitől kérdezte, tudtak-e egy jó szövőt, szeretnék egy festmény, egy szőnyegtervet megszövetni. Én nagyokat hallgattam, hát én önmagamat nem dicsérem meg, nem emelem ki, hogy én. És akkor a többiek, akik ott voltak, mondták, nem menj messzire itt, vagy Lakatosné, beszéld meg vele, ő szépen meg fogja csinálni. És akkor így kezdődött tulajdonképpen a mi közös életünk. Megmutatta a képeket, hát láttam, hogy egy kicsit bonyolultak, kicsit nehezek, mert a fénykép nem adja igazán vissza a festménynek az eredetiségét. De úgy voltam vele, hogy én még ilyet nem csináltam, kipróbálom önmagam, hogy mennyire vagyok ügyes. És így indult. És csak annyit kértem a Zsuzsitól, hogy jön a nyár, és akkor majd emlékeztessen, hogy mit vállaltam, és szólt a Zsuzsi, bementem, és aztán 3 vagy 4 képet választottunk, és abból az egyiket valósítottuk meg, vagy valósítottam meg. Egyébként laikus szemmel úgy tűnt, hogy ezek nagyon egyszerűen megoldható textilek, hiszen, vagy tervek, mert hogy ilyen nagyon erős kontúrokkal festette meg Lipták Pál. Temperával dolgozott, és ilyen visszatörléses technikával, valamilyen vizes eszközzel szedte ki azokat az alakokat, amik aztán ugye egy textilen megjelennek. Na most gondolom, hogy azért is nem volt könnyű megformálni ezeket az alakokat, mert hogy Lipták Pál nem textiles volt. Nyilván aki erre szakosodott, az olyan képeket készít, mondjuk egy Péreli Zsuzsa, aki tudja, hogy hogyan lehet megszőni a szőnyegeket. Úgyhogy itt ez volt az érdekessége a dolognak, hogy egy festmény, valóban egy festmény íródjon át. De én azt gondolom, hogy egész jól meg lehetett oldani, hiszen tényleg ezek a kontúrvonalak segítségül voltak, igen. És eléggé síkszerű a kép, tehát nincsenek ilyen nagyon erős téri dimenziók. Ez már egy kicsit az absztrakt, az elvontabb témái közé tartozott Lipták Pálnak, úgyhogy ha eljön valaki, megnézi, akkor láthatja, hogy elég jól sikerült. De ugye gondolom azért valamennyire kihívás is jelentett, már emlékszem, hogy mondta a megnyitón, hogy összeszámolt, hogy 32 szám volt a legnehezebb része. Igen, és fontos, hogy a kis távolságon
Hát az azt jelenti, amikor szövünk egy ilyen mintás szőnyeget, hogy akkor darabonként tesszük be a színeket. Mi a hagyományos szőnyegtechnikát alkalmazzuk, tehát nem azt az ívest, ami szépen ívelődik, mint a goblen képeknél, ahol egy gyönyörű állatfigurát, állatot, vagy mit tudom én, ember alakot tudnak megszőni, hanem itt egy kicsit ilyen geometrikusan megy föl a minta, halad fel a minta, de viszont meg lehetett oldani kicsit. A 32 szám meg azt jelentette, hogy azok soronként van egy fekete vagy egy szürke, akkor jön egy fekete, például a pötty, közötte van egy szürke, megint a pötty, és ezeket egyenként kellett betenni, és mire betettem a végéig egyenként abban a 60 centis sorban, 32 ilyen lógó kis szálaskám volt, amit a szálak váltása után visszafele kellett berakosgatni egyenként, és az sem mindegy, hogy honnét indulunk, azért, hogy ne kuszáljon, keveredjenek össze, kusztalodjanak össze a szálak. Az volt a legtöbb, ami benne volt. Meg még, ami nehezítette, tehát minden sort figyelni kellett a rajz alapján, minden sor másféleképpen adta minta, tehát minden sort másféleképpen kellett berakni. Tehát nem volt két egyforma vízszintes kockasor, amiben azonosan kerültek be a színek. Nem volt ismétlődő sor, mindegyik másképpen. Illetve jól tudom, voltak olyan képrészletek, ami nem is volt egyértelmű, hogy milyen formát láttak. Igen, a sarokban volt egy olyan, amiről nem tudtam kinézni, hogy napot akar ábrázolni, vagy mit akar ábrázolni. Én úgy gondoltam, hogy az nap nem lehet, és én arra gondoltam, mert mindenhol emberek álltak, tehát emberek voltak, hölgyek, férfiak. Úgy gondoltam, ott is egy ember alakot kell, hogy oda szerkesztek, mert az adja hűen vissza a képet. És mikor elvittem a Zsuzsinak megmutatni a képet szombaton, ahogy elkészült, csodálatosan láttam, hogy ember alak van ott, és nem napocska, és mondom, mennyire érezte az ember azt, hogy oda kívánkozik egy figura. Ami szakmailag érdekes, hogy én kértem Marikát, hogy hozzál azokat a rajzokat, amiket készített a kép alapján, amivel egy ilyen négyzetes hálóba átvitte a tartalmat, mert hogy hát ez is a nézőnek érdekes lehet, hogy egy képből hogyan lehet szőnyeget készíteni. És nyilván egy szőnyegszövő berendezés, szélessége fontos, hogy mekkora legyen, tehát nem pontosan azonos a képmérettel, viszont az arányai teljesen jók, és ezt ezzel a kockás papírral átrajzolva. Igen, sokat számoltam, a számolások papíron meglátszódnak, mert eleve nem tudtuk azt, hogy milyen méretű az eredeti festmény. Nem tudtuk utolérni a gyűjtőt, aki a festmény, és akkor tulajdonképpen centiméterrel mértem, tehát viszonyítottam a teljes kép méretéhez azokat a kis figurákat, hogy azok hogy is alakulnak. Igen, és akkor úgy arányosítani kellett. És úgy arányosítottuk, azt beszéltük a Zsuzsival, hogy körülbelül egy méter hosszú, 60 centi, 70 centi szélességű, és akkor én azt úgy átépítettem, hogy egy méter szélességű legyen. A rajz alapján végül is nem lett teljesen egy méter, mert a figurákat úgy nem lehetett szétnyújtani, meg attól féltem, hogy nagyon szélesek lesznek a figurák, nem olyan karcsúak, mint a festményen. De szerencsém volt a fonalválasztása, mert a fonalválasztás mindent megoldott, és mivel a tervezet, már azt terveztem, hogy egy kocka magassága, az fél centit fog hozni a szőnyegen, de ez egy kicsivel több, mert annyira a szőnyeg vasfonalat nem tudod, lehet besacolni, hogy milyen vastagságú legyen ahhoz, hogy meglegyen, csak fél centi legyen. És az egy picit magasabb lett, és ebből adódóan meg lett az egy méter szélesség. És akkor az már majdnem annyi, mint a festmény mérete. És mint kiderült, szerencsém volt, hogy Marikát kerestem fel ezzel a feladattal, mert hogy tényleg a formák is egy kicsit népi formák, piacokat ábrázol, szekereket, ilyen egyszerű alakokat, és nagyon jól stimmel ez a technika, ez a népi szövés technikája is ehhez a témához. Én azt gondolom, hogy jól sikerült megoldani, nem tudom, Pali bácsinak tetszene, mert hogy elég kritikus volt. Ezt jól lenne tudni. Hát ez nem fog kiderülni, valami de nekünk tetszik. Hogy tetszik neki. Hát meg azért is különleges, mert ugye ott volt a műterme is korábban az Emlékházban, és jól tudom, ön személyesen is ismerte, illetve nagyon érdekes volt a kiállításon is hallgatni, hogy milyen érdekes anekdotákat mesélt mindenki, esetleg ebből, ha pár dolgot, pár érdekes történetet megosztanánk a nézőkkel. Én körülbelül 2000-ben kerültem oda, és ő neki hátul, a hátsó épületben volt a műhelye,
Én festeni nem láttam már őt, hanem inkább csak rendezgette a munkáit. Talán az otthoni műtermében festett. Itt inkább csak rendezgette, nézegette, néha behívott, amikor olyan kedve volt, és akkor megmutatta nekem a festményeket, így lapozgatta, és akkor beszélgettünk a képeiről. És egyszer azt mondta, hogy nagyon örül, hogy végül is az absztrakt felé tért el, úgy érzi, hogy jó irányba ment el. És hát ami nem tetszett neki, nem illett bele az akkori ízlésvilágába, az fogta és kidobta. És úgy az asztala alatt volt egy csomó nagyon szép akvarell, és mondom, Pali bácsi, ezek mit vétettek? Hogy ez nem jó, kész. Nem vihetek belőle? De persze, vigyen Zsuzsika. És akkor gyönyörűen bekereteztettem, és kiraktam a falra, és behívtam az irodába, és teljesen megsértődött, hogy ezeket a rossz képeket én kimertem rakni, hogyha tudta volna, hogy kirakom, akkor adott volna jobbat. De nem nagyon szeretett megválni a műveitől egyébként. Mondta, hogy néhányat eladott, meg elajándékozott, és azokat is legszívesebben visszavásárolná. Tehát ő egy ilyen nagyon komplex anyagot tartott meg tulajdonképpen. És azért jó, hogy sok megmaradt együtt, mert nagyon jól bánik vele ez a gyűjtő, és ő hordja, viszi, kiállítja, utána néz annak, hogy ennek híre kelljen, és én azt gondolom, hogy Lipták Pál művészetét életben tartja. De egyébként Pali bácsi bármihez nyúlt, mindent alkotó módon tudott csinálni. Ő a könyvtárosságot is. Itt a megyei könyvtárban először volt szabadpolcos rendszer, erre kapta 32 éves korával a Kossuth díjat, azért ez szerintem nem semmi. Először volt zenei könyvtári részleg, az összes megyei könyvtár, vagy a megyében lévő könyvtárnak a spórolás céljából ő tervezte meg mondjuk a belső építészeti dolgait. Könyveket adott ki. Létrehozta az artotékát, ami azt jelenti, hogy kortárs mesterekkel cserék alapján összeszedett egy csomó rajzot, akvarelt, és azokat kölcsönözhetővé tette. Mai napig ki lehet kölcsönözni a 70-es, 80-as évek nagy alakjainak a rajzait, akvareljeit. Kiállításokat szervezett a könyvtárba. Ezek mind olyan újítások voltak, ami a nézőkért, a közönségért szólt. Én ezt nagyon tudom tisztelni. Illetve hát nagyon kötődött Békés Csabához, tehát ő igazi Békés Csabai volt, illetve hát a képein is az itteni alakok, emberek köszönnek vissza. Meg hát a tájak, a kedvenc köröspartok, a házak, a tanyavilág, neki is volt tanyája, és csodálatosan gondozta, gyönyörű, szinte arborétumot épített köré, és hát ott is élvezettel biciklizett, mindig biciklivel ment, és szeretett átjárni a régiségboltokba, és mondta a végén, hogy már nem érdemes átkerekezni a folyón, mert hogy nem lehet jó dolgokat kapni. Kifogytak. Nagy gyűjtő volt. Csodálatos néprajzi anyagot gyűjtött össze a megyében járva. Gyönyörű holmiai voltak. Két múzeumot kitöltő tárgyakat gyűjtött össze. Még ezért örömteli, hogy van egy gyűjtő, aki valóban gondozza a gyűjteményt. Ugye önnel beszéltünk, hogy személyesen ugye nem ismerte a művész, de azért van önnek is benyomása a képekről. Igen, nagyon emberközeli festőnek képzelem. Rajzait látva élt a emberek között, tehát és az egyszerűbb emberek között láttam a fényképp vagy a festményeken, hogy inkább ott szeretett forogni ezeken a szövés terveken, szőnyeg terveken. Tehát én másképpen nem ismertem, nem láttam, csak amit hallottam itt a megnyitón, hogy szeretett a piacra járni, akkor még itt volt fent a piac, szeretett az emberekkel beszélgetni, és jól érezte magát. Mert ha nem érezte volna jól magát, nem lett volna ott, és a képei nem árulkodtak volna piaci jelenetekről. Mert ugye az, hogy ott van egy szekér, arról árultak valamit eladtak. Ott volt a liba, hát akkor nem került volna oda a liba, ha nem érzi jól magát ott a piaci millióbe.
És ugye ön említette is, hogy saját magának is fog szőni, mert hogy ennyire megtetszett a kép. Igen, én meg fogom szőni ezt a rajzot. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy még egy másik szőnyegtervet nem fogok megszőni, de én azt is elárulom, nem ezekkel a színekkel, mert nekem ezek a színek sötét. Én el tudok képzelni egy fehér alapot, vagy egy nyers alapot, nem fehér alapot, mert a gyapjú színe az ilyen krémszerű. És mit tudom én, egy barna vagy egy méregzöld, ami a figurák vonalait kiadja. Nagyon tetszett, de nagyon. Vannak-e tervek még, hogy egy ütővel ugye ezt a kapcsolatot ápolni, illetve kiállításokat szervezni? Hát már több Munkácsi díjas művésztől kaptunk tőle kiállításra képet, és ahogy elnéztem a gyűjteményét, még valószínű, hogy többet. Ő a múzeum felé is nagyon nyitott, oda is adott már képeket, úgyhogy nem csak Klipták Párt, hanem egyéb mestereknek a műveit is szívesen adja. És akkor még a végére annyit, hogy meddig látható a kiállítás? November 20-áig terveztük, mert utána egy másik következik a kis terembe. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Nagyon szívesen. Kedves nézőink, ezzel magazinunk végéhez értünk. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Viszontlátásra!